Hallo! Hallo! Hát, hello! Szóval, hogy mielőtt jelenetet váltanánk, a mai jelszó nem röhög, együtt érez, valamint a piros is egy szín, oké? Okay? Ja, hát hello, nagyon szép estét kívánok mindenkinek, üdvít, hello, hello! Ez az egész csak álca, mert igazából Ibizán vagyunk, já, yeah, szól a bulika, és hát süt a nap, úgyhogy pedig árnyékban voltam egész nap szinte, úgyhogy na mindegy, ja. Szép estét kívánok mindenkinek, remélem kellemesen telt a hétvégétek, és remélem mindenkivel minden a legnagyobb rendben van. Hát engem egy picit elkapott és megkapott a nap. Hát nem, annyira durván amúgy nem égtem le, bár durvábban néz ki élőbe, mint a kamerán, ahogy így nézem. Még jó, hogy lehúztam a szaturációt. Szedd ki azt az UV-boxot! Igen, hát véletlen, képzeljétek, rendeltem új fénycsöveket a softboxokba, valami ergoline.hu-ról, vagy ne, valami ilyesmi, Soliline, vagy na mindegy, és egész forró itt a szidú, de azt mondták, hogy jó színem lesz. Hát végül is. Na meséljetek, kivel mi újság, üdv mindenkinek, szia Fruzsi, Harlem, Mirvan, Etenir, Gyelvanyul, Veldorf, Dartleja, Mosolygós lány, Panka és mindenki más, akit esetlegesen kihagytam. Hello! Hogy telt a hétvégétek? Mesélek én is egy kicsit. Hát irgalmatlan videóvágással telt a szombati napom, illetve ahhoz kapcsolódó történéseket kellett intézni. Aztán úgy alakult, hogy vidékre mentem tesóhoz, és akkor ott töltöttem a hétvégét, és a mai nap pedig ilyen minimális strandolás, meg kirándulás volt. Tényleg eskü, tehát, hogy én az árnyékba ültem. Én nem tudom mi, mondjuk sétáltunk előtte, az lehet, hogy nem segített a szithun, de elfelejtettem a naptejet már megint. Úgyhogy hát na, leégni nem csak a napon lehet, de én nekem ma az sikerült. Na de, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki már esetlegesen megnézte a friss tech videót a Starks csatornán. Mindenféleképpen csattanjatok rá, és tessenek megtekinteni, akit esetlegesen érdekel. Egy egész érdekes billentyűzet és egér. Új illata van. Nem úgy van a link, de nem baj. Hát le! Felkelt olyan YouTube, még a címben is van, főnök! Na és ehhez kapcsolódóan egy hétig elérhető lent a stream alatt a Genesisnek a logója, és arra rá tudtok tenyerelni, és eléritek a honlapot, és szét tudtok nézni, úgyhogy kattintsatok rá és nézzetek szét, mert érdekes és érdemes, én azt gondolom, nem egy olyan felkapott és mainstream márka, mint egy Asus, Corsair, SteelSeries vagy ilyesmi, de érdemes rájuk figyelni, mert árérték arányban szerintem nagyon érdekes, amit nyújtani tudnak. Úgyhogy mindenféleképpen csekkoljátok. Az egér valami elképesztően király. Mondjuk egy probléma van vele, de ezt most engedjük el. Etenír, közben nagyon-nagyon szépen köszönöm a 7. hónapot, könyvelünk itt a stream elején, és ráadásul Tier 2 főnök, hát a félistenek között is hát kimagasló szinten vagy, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást, és engedjétek meg, hogy könyveljünk utólag is. Nagyon szépen köszönöm a követést Janinak, Annusznak, Márknak, Jocinak, Nórikának, Sinkónak, Profi Messi YouTube-nak, meg mindenkinek is. Köszi, köszi. Az a baj, hogy egybű meleg a ser. Gyerekek, hárles, már megint gyógyszerre iszik, vagy én nem tudom. Közben Mirvan írja, hogy én pár hete úgy égtem le, hogy egy órát voltam kint, több mint az idő felében felhős volt, felhős idő volt, magas az UV-sugárzás, és már piroska is lettem, úgyhogy az árnyék az köbös semmi. Igen, erre én is
erre én is rájöttem a mai nap is. Ismét szia Dante, hello, hello. Úgyhogy, ja, közben Dante írja, hogy én az imént néztem meg a videót, nekem a billentyűzet kicsit fura, hogy teljes méretű a Switch, de low profile a keycap, nekem olyan, amiben a Switch is low profile, nekem olyan van, azt írja. Igen, én abban bíztam, hogy most megmondom őszintén, hogy itt van, most akkor megtudjuk, itt így. Tehát, hogy én abban bíztam, én is egy picit, hogy maga a Switch is low profile-abb lesz, de az úgy maga, az úgy, az normál méretű, és csak a billentyűk maguk, amik hát kisebbek. De attól függetlenül azért tagadhatatlan, hogy hát jól néz ki ez a cucna. Szerintem Dezsignes, ugye így kell mondani stílusosan. Apá, bocsánat, elnézést, kihányok. Na, én csak beköszöntem, megyek enni. Jó étvágyat, Fruzsi, neked. Hello, hello. És köszönöm szépen, hogy benéztél. Egy fél pillanatot kérek, mert itt kábelügyileg itt szétvertem a berendezést. Kortyolok egyet a vizemből. Darth Leia írja, hogy a hétvége azzal telt, hogy ismerkedjek az új telomval, Samsung A52-es, az előző beázott, óta jó ég, az sosem jó az ilyen beázott szituáció. Elázni, beázni sosem jó. Sosem jó. Nem szeretem az ilyeneket, de hát ez én vagyok. Beldós, megmondom őszintén, hogy nekem van egy billentyűzet, amiben végtelen mód szerelmes vagyok, de irgalmatlan csóró is vagyok, így nem tudom megvenni. De aki szeretné megnézni, hogy melyik, az Avid streamjén bármikor kérje meg Avidot, hogy mutassa meg a billentyűzetét, és hát az... Az a billentyűzet. Mindenki oda meg vissza van általában, és amúgy tényleg baromi jó a Claymore például, de ha választanom kéne, bármikor a másik. Úristen! Na, hölgyeim és uraim, a mai este viszont rövidebb stream lesz, ugyanis ismételten egy kipróbáló epizód a mai, és továbbra is a Game Pass-ből szemezget vén. Arra gondoltam, hogy megnézzük, hogy milyen ez a Solasta, várjál, Crown of the Magister nevezetű játék, ami egy hát ilyen Baldur's Gate-szerű érdekesség. Nem tudom pontosan hova tenni, megnézzük, hogy milyen, ehhez mit szóltok. Lehet, hogy jó lesz, de lehet, hogy kiégünk rajta, vagy azt mondjuk, hogy na, ezt is megnéztük, aztán inkább menjünk sörözni, vagy nem tudom. Na, egyszer ide érek, akkor is rövidebb a stream. Hát, nézd el, nekem mosolygós lány, hát konkrétan, hát, most ezt ne is félre, de tüzel a testem. Na, nyugodjon meg mindenki, én elindítom az Xbox alkalmazást. Ezt is miért kell nekem, miért nem megyek inkább pihenni, és miért élőadást csinálok, amikor ilyen hülye vagyok? Na, ezt nem lehet kipihenni. Indítom a játékot, fiatalok, jó? Menjen. Pahagyan. Na. Hát a fúvós dallam fogadott minket, nagyon-nagyon-nagyon szépen üdvözlök mindenkit itt a ma esti streamben, amikor megnézzük a... Nem szó az a címe, hanem szó Lasta... Lasta... nevezetű videójátékot, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, meglátjuk, hogy milyen lesz. Semmit nem állítottam be, úgyhogy a zenét már is kapásból vegyük halkabbra, én a mondó vagyok. Audio Master, úgy kicsit nyugodjál meg videójáték, úgy foglalkozunk veled, mert mindjárt hosszadalmasabban. Közben üdv mindenkinek, és Kutusov, nagyon-nagyon szépen köszönöm a negyedik hónapot, hát hello! Pergessétek meg a hype-okat, amíg lehet. Amúgy nem tudom, hogy mennyien vettétek észre, hogy már nem csak a high, illetve a szívecskés emót mozog, hanem a facepalm is. Ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönjük Csabinak a munkát, és hát ha már itt járunk, akkor Ádám, üdv neked is, és nagyon-nagyon szépen köszönöm.
a negyedik hónapot szintén, hát itt micsoda fordulatok vannak. Oda nézzetek, Mir van, és Kutusov már írja is, ott van a... emót. Nos, szóval a zene az rendkívül epikus, ami fogadott minket. Szerintem egy új adventúrába kezdjünk bele, mit szóltok hozzá? Adventúra. Igen, itt lehet, ha jól tudom, difficulty mode, story, explorer, authentic, tabletop, hát egy kicsit így lehet, hogy könnyebben, I'm familiar with the tactical RPGs or ruleset. Hát azért azt nem mondanám, hogy nem vagyunk ismerősek a zsanrával kapcsolatban, de talán nem is vagyunk legendás kataklizm módra felkészülve. Szerintem legyen akkor ez az autentik mód, és akkor itt válasszuk ki karaktereinket. Lássuk, hogy kikkel van dolgunk. Azt mondja, van Anton Whiteseal, Berdon Redstone, Maven Olfborn, ez Ozzy Osbourne akar lenni, mindegy, menjünk tovább. Miles Morales, aki Ethan Hawke-kal van összemosva, Nyla Wildwind és a Tanyasi. Tanya Esbury. Na jó, hát szóval vannak érdekes karakterek. Azt mondja, hogy ő egy kém, lawkeeper, törp, lowlife, a mocskos tolvaj. Ecolite. Mi az Ecolite? Az a szab jut a szabba. Azt mondja, hogy arisztokrata... Na, hát egy arisztokrata high elf, az mindenféleképpen kell a csapatba, én a mondó vagyok. Person. Pregen. Á, jók ezek a pregenek nekünk, fiatalok. Azt mondja, hogy legyen egy high elfünk, az jó, ha van. Legyen egy törpünk, az sose rossz, ha van. Legyen egy... mocskos humán, csak melyik az Ecolite, az ilyen ministráns, gyógyító. Sword, nem word, na, szóval ő egy fighter. Cleric life, aha. Na várjál, most akkor rogue vagy ranger legyen, rogue vagy ranger. Legyen egy... legyen egy human, egy ranger, és végül, de nem utolsó sorban pedig legyen a fighter. Hibátlan csapat, hibátlan csapat. Szerintem kivittük, visszahoztuk. Cica az ölben, nagyon helyes, nagyon helyes. Azt mondja, hogy change campaign. Mi az, hogy change? Nem start, de start. Hük. Mondjuk azt, hogy jó. Induljék el. Az izé volt, ahonnan az orkokat szedik ki. Az Mordornak a mocskos, mocsharas része volt. Mindenki látta? Healelni majd a chat fog? Nem kell heal, nem kapunk damage-et. Hát, pff, a heal azoknak kell, akik megsérülnek, Harle. 2000 IQ! Ő indulhat. Mehet. Szóljatok, hogyha... Before the cataclysm. There were no gods on Celesta. Nem voltak istenek Celestán. No humans either. Se emberek. Jó, nem fogom így végigfordítani, bocsánat. Then the rift opened. Some say it was a magical accident. Felrobbant az egész. A gonosz isten műve volt az egész. The cataclysm destroyed the old high elf empire. Oh, jaj. Manicallon, they called it. Aha. And twisted the land beyond recognition. Now, only the brave and the foolish go there. In search of ancient treasures. But something is happening deep in those badlands. Hát jönnek az orkok. Oly, látom én. Whatever it is, it can't be good. It can be good. Komolyan mondom, petíciót fog... Aha, in this year, after the conclusion, the state names Badlands and crave its treasuries. A newly discovered road offers a safer route into the ruined heart of the empire from the principality of Mazgar. Upsetting the balance of power. The legacy council is formed to ensure that this knowledge is shared. It
issues a call of agent to explore the Badlands in its name. Adventures from... Jó. Menjünk tovább. Oh, wow. Oké. Okay. Hát ez jól néz ki. Nekem ezt tetszik. Még a farkas nem jó, hogy a... Tastes like donkey piss. Not that I'm complaining. Itt van a bandánk. Is this the place for the Legacy Council job? Hope I'm not too late. Ran into a bit of trouble on the way here. A zene ott van. Relax. Perhaps you'd enjoy a pint of this obnoxious ale. If you're here for the council job, get in line. Though if this Lord Caron doesn't show up soon, I may go looking for him. Szép estét mindenkinek, üdvét, hello, hello. Another round bar. Nagyon fontos a játék elérhető Xbox Game Pass-en keresztül. Jó tudsz ez a Game Pass. Indeed. Indeed. You mentioned something about some trouble. Would you care to elaborate? Well, I was making my way here when three bandits leapt out of the bushes with crossbows. They dragged me off to some decrepit prison and tossed me in a filthy cell that smelled of rat piss. Megtámadták a banditát. Don't know what was holding the place up. És akkor ilyen egyfajta visszaemlékezés, elmesélésképpen gondolom jön most a tutoriálló, hogy mit, hogyan is kell csinálni. Oh, hello, escape the bandits prison, yeah. Nagyon jó, ott lenni törpe bácsi. Ú, lehet zoomolni. Mutasd a szakállad. Az igen. Az igen. Jó, ha? Na jó, azt mondja, hogy... Varázsuljak elő. Aha. VASD-vel kamera. Elképesztő. Klik! Elindultam, nagyon durva. Azt mondja, tutorial character selection and basic movement. Hát azt talán menni fog főnök. Azt mondja, hogy camera controls. Aha. Jobb klikkel rotátolom a kamerát. Understood? De rotációs kapa jelleg. Csak mondom, hogy a Q-vel és az E-vel is rotációzik. Mi az ott? Nem lehet szétütni? Hát ide. Hol vannak a bandiktákok? Use power. És ez itt nem lehet? No path to the destination. Arra nincs út. Zárva vagyon. Azt mondja, hogy click on the journal button to open the quest log. Az ott lent található. Very good, quest log, understood. Journal. Escape the bandit prison. Nagyon jó. A többit majd megnézzük egyszer, talán. Na, igen. Ott a törpul. Ó, ez milyen ötletes, hogyha lejövünk a kameráról, akkor így mutatja egy kis ikonka, és így a nyíl, hogy merre vagyon a karakter. Jó, hát nincs más út, mint előre, úgyhogy menjünk innen kifelé. Szóval, crawling, ó, van ilyen, hogy crawling, aha. To crawl through, click to the other side, aha, átmegy magától, hogyha lehetséges átmenni. Jó, hát mászás van, aha, aha, látom, ott. Na most, de hát ő törpe, lehet, hogy neki még nem is kellene legugolni se. Hogy ez nem... Ott azt lehet lootolni. Kedvenc játékom ever. Hoppá! Hoppá! Hát egy fákja van, kérlek szépen titeket. The light will guide us. Van kérdés? Van kérdés? Ennyi. Már van egy fákjám. Elképesztő menő vagyok. Mehetek tovább. Világítok az éjszakába. Hát mondjuk ilyen égett arccal nem csodálom. Na... Azt mondja, hogy press and hold alt key to highlight various interactive objects. Aha. Tehát, hogyha a altot megnyomom, akkor felvillan, hogy mivel lehet interaktálni. Ez égő. Nagy színpad! Nagy színpad! Hát, még oda azért még nem járunk, hogy a nagy színpadra menjek, de... Voltam én már nagy színpadon. Sziget Fesztiválon. A fellépő mellett. Na! Aha, ott is van valami highlightolható. Hát de az... Be kell ütni ott a falat, érted? Mert zárva van az ajtó. Tehát agresszíven megyünk itt előre, nyomjad meg. Pű! Hát ez egy ilyen gyúrós törp.
Aha. Na most, főnök, nem akarsz átjönni itt a túloldalra? Világért sem. Á, na most. Elképesztő. Csak aztán kivittek a biztonságért. Nem Beldurf, nekem az volt a munkám, hogy ott legyek. Ó, ulala. Na most, várjatok már, ott itt tudunk ide föl. Föl tud mászni? És ide is fel tudsz már? A kötél hátsón fölmászik? Best game ever. Climbing and jumping. Kettő cellányit tud ugrani? You can always jump over two cells, drop down three cells, and climb up one cell or climb up easy surfaces like ladders and ropes without any trouble. Közben isti! Te jó ég, hát konkrétan az FPS-ünk leesett, olyan szintű szubolás volt ez. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a 35. hónapot. Hát ez 6 év alsó hangon. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást. Röviden kilátja. 6 éve. 6 éve már itt vagy. Pörögjenek a hype-ok, szívecskék és minden. Mi újság is. Én remélem jól telt a hétvége. Na azt mondja, hogy... Aha, jump distance. Jó. Tehát elvileg akkor át tudunk ugrani. Akrobatikus törp. Figyelj jól. És ott egy ládikó van, mutasd ide. És akkor itt alul jelenik meg a ládikó tartalma. Healing poti. Add ide. Köszi, köszi. Na lássuk amúgy, hogy mi van még itt. Azt mondja, hogy első szintű, ő egy paladin. Bocsánatot kérek. Ennyi. A meló jónak számít. Amíg van és szereted, addig mindenféleképpen azért pihenj is. Remélem este ma már tudsz pihenni. Azt mondja, hogy van strength, dexterity, mihez? Continuous measures health, stamina and vital force. Oh. Charisma, wisdom és intelligence. Miért van külön szedve vajon a wisdom és az intelligence? Azt mondja, hogy a wisdom az a clericnek és a rangernek kell. Azt mondja, hogy reflects how attuned you are to the world around you and represents perceptiveness and intuition. Aha. Az intelligencia pedig a wizardnak szükségeltetik. Azt mondja, hogy armor cross initiate determines the order of creatures. Aha. The number of cells. Na jó, hát egy esti olvasmányt azért ne adjál, mert nekem itt komolyan 7:30-kor, hát na, még egy sört se ittam. Azt mondja, karakteró, proficienciális rész, és crafting is van. Ez a játék a Game Pass-en keresztül ingyenesen elérhető. Már best game EU. Üssed be a falat? Halló? No path. Hát de ott állsz előtte, édes barátom. Ja, hogy ott van egy luk? Ah, bocsánat, ott kerék. Akkor viszont ide vissza kéne ugrani, és itt fölmászni. Jer, törp uram? Ó, micsoda muzsika. Ezt így döntsük el, vagy ezen fölmászik? Hát egy nagyobb boomra számítottam ennél. That's what she said. Na. Igen, és akkor most ez miért jó, hogyha ezt itt beütöm? Vagy... Tehát itt vissza tudok menni, át tudok mászni. Ennek nem látom értelmét. Ott kéne nekünk menni, ott. Szia Purgatorigör, hello hello, szép estét mindenkinek. Cső konyesz! Halló! Ura nézz, hát az egész falad beütötte. Hát ismerek embereket, akik így mennek a lakásba be, hogy püh!
hatcher után. Na, looting and inventory management. Click on the chest or other container to loot it. Igen. Át kell utána pakolni, és megvan, úgy látom, az is szabva, hogy mennyi súlyt tudunk magunkon cipelni. Hát ez konkrétan gyönyörű. Én nem akarok ezt, de tök jól néz ki a játék. Na várjál. Azt mondja, hogy van 4 söpö. Vagy mi itt. Igen, és... Aha. Ez... Ezt tegyük ide, ez nem tudom micsoda. Azt mondja, hogy... A cloaked sack with enough food for one day. Ó, hogy kajálni is kell? Ez pedig arrow. Azt tegyük ide. Nyilvessző. Nyilvesszőke. Ja, ugye ez másfajta nyilvesszőke, akkor secondary nyilvesszőkét teszünk oda. Jó, azt még nem... Egy minimális részét kitakarom itt a dolgoknak, de semmi nagyon extrát. Ha már Game Pass, tegnap láttam, hogy elvileg az Ultimate mellé, ami ugye az első feliratkozóknak 300 forint volt a hónap végéig, ha jól tudom, az most már nem nincs az az akció elsőjétől, viszont folytassuk a mondat, az azt mondja, van xCloud elérés, amivel már PC-n is lehet játszani bármivel egy szerveren, mint a GeForce Now. Így van, Dante, pontosan. Most már mindenen is, mobilon is lehet pergetni, azt hiszem most már elérhető iPhone-ra is, beta üzemmódba. Úgyhogy ja, na alt, azt kilútoltam, itt nincsen más, akkor nincs más dolgunk, mint itt tovább menni, hogy kinyissuk az ajtót. Elszöktem. Nice move, that trick with the wall. Glad you're no worse for wear. This council needs to get organized. They have no right to keep us waiting like this. The council is likely busy with important matters of state, and we are not, so have patience. I have a tale to tell as well. I too was attacked, nem tudom, miért van but lehet. I put an end to my enemies with blood and pain. So what are you waiting for? Spit it out, why don't you? Hú, te, annak, az kész, az a low life. Hogy néz ez ki már? Fogd meg a söröm. Hín! Itt 14-et dobtam, én nyertem, kész. Na, azt mondja, tutorial dashing, moving to a point in the yellow area uses your main action to dash. Dash doubles your maximum movement for the turn. However, you cannot use your action to attack or cast a spell. Remember that you can move normally and then decide whether to dash further or to use your action or something. Uh-huh. Na de, azt mondja, hogy... És ha én... Aha, oda megyek. Azt mondom neki, hogy atak. No quarter given. Hát... Most... Találtok ti erre még szavakat? Jaj! Hát hátulról is jön egy megtestsek szex, szex, nem jó! Csíp! Éjövök, azt mondja, hogy attacking. Lehet, hogy dashelni kellett volna az előbb, tudom, de... Full támadás. Ja, vissza. Attacking, igen, az előbb sikerült attackolnom. Showing. You try to show an enemy back or down, select show. Show. Ezt nézzük már meg, hol van ez. Show. Push away. Knock prone. Aha, hogy odébb lehet így rökni őket, meg kiütni. Push a character in the direction you are facing. Aha, tehát hogyha erre rányomkodok, akkor őt... Meg lehetett volna próbálni így... Active a power or special ability. Second wind. Ó, na várj. Ja, ez ilyen healing jellegű. Hát akkor én itt így... Hát mondjuk ennyit biztos, hogy tudnak utánam jönni. Ó jaj! Ó jaj!
Hát ezt nem értem meg, ezt a mozzanatot előadnom. Nem baj, menekülőre fogom. Opportunity attack. Mik vannak? Elképesztő. End turn. Mondom, end turn. Jönnek a farkasosososososok. Vigyázz, harap, csíp. Levédve, kész, blokk. Jön a másik is. Áó! Mi ez a kameraváltás? Dodding! Tudom, hogy dodging, nyugi. Igen, a következő kör ki lehet izé nokkolni. Semmi nok, le kell őket csapni, így néz. Hook bleed! Vérezz! Jó, még egy kört, hogy kibírunk, hogy ő csak 8-as dob. 8-ast. Megmutatom, anyas kell dobni. Úgy! Kész! Szia Réka, szép estét, hello hello! Mennyire korrektül néz ki a videójáték? Azt azért jegyezzük már megint nagyon gyorsan. Be lehet zoomingolni, ott van a fonat a haján, Pancello Ing a mellkasán testét védi. Elképesztő, elképesztő, jó. Na menjünk tovább. Vagy nem. És honnan tudom, hogy merre kell menni? Nem innen jöttem? Vagy ott aztán lehetne valamit interaktálni. Na, hát akkor kizárásos alapon másik irányba menjünk. Gondolom én. Hű, hát itt nem esnék le azért, mert ezt így megjegyezném némi tériszonnyal. De jól néz ki? Tetszetős. Aha. Azt mondja, ezzel mit lehet vajk csinálni? Jön a farkas, úristen! Védd a hátsódat! Azt mondja, hogy... To avoid an opportunity attack, you can use the disengage action. For the rest of your turn, you can move close to enemy freely without any risk of opportunity attack. Aha. So you can aim it there. Elindul a harc, igen. De most várjál, akkor erre kéne interaktálnom, já? Or I'll shut it for you. The Badlands are thick with them. Nincsenek szavak. Nincsenek szavak. He's just a harmless old drunk. Frank, szép estét. Probably saw lizard folk or dragonborn or something. You think I don't know the difference? All those spines on their backs, those jaws. You've never seen anything like it. Not lizard folk, not troglodyte. Not dragonborn, I'm telling you. No one believes in. Azért megkérdezném, hogy hány embernek ugrott be a gyűrűk urának az első része, amikor a hobbitok isznek és a isznak és a sarokba a vándorot pipázik. Totálisan le van nyúlva a jelenet, nem? Sorax are masters of deception, infiltration. Anyone here could be. A pajkos póni fogadó, így is van. Go, come on. You'll see. Ez barátom. So anyway. Egy pint. Zorax might be legend, but orcs are quite real, and not just in the Badlands. I stumbled across a secret settlement right here in the Principality. Bullshit. I traveled here from the east and left the main highway, hoping to save time by traversing the. Na, bele is játszunk egy izi tutoriált, én varázsolni akarok, varázsolni. My eye on the path, because it gave way beneath my feet, plunging me into Stygian darkness. A sarokban pipázó az interior része, oh, órabérben pipázik. That's going to leave a mark. Na. Lighting and light sources. In Solas, you will explore deep, dark places without natural light sources. Az elménbe fogunk behatolni. It makes exploration and combat harder, especially for characters without dark vision.
Valakinek van dark visionje, valakinek nincs. Aha, értem. You can equip torches or cast light spells to reveal your environment for your whole group. Aha, tehát lehet fákját, illetve varázslatot használni arra, hogy megvilágítsuk a azt a tűzhányós atya úristen itt oda nézzél, hát az ott köpölű a tüzet, hát Jézus úristen! Na azt mondja, you can light the... Aha, aha, meg lehet gyújtani a dolgokat. Nagyon jó. Miért van ez? Te vagy a játékban? A gyújtogató. A gyújtogató. Na figyelj oda. Azt mondja, hogy aha, itt lenni sötét. És én megnyomom az inventory-t, nincsen nálam, ott van, light source, konkrétan, igen, vagyom, igen, és akkor, und jetzt, ott, ha, abban a pillanatban, ott van a kezemben. Mi már milyen jól néznek ki a, és ott meg lehet az gyújtni. Azt is gyújtsad meg. Ez kérlek titeket aláson. Best game EU. Most mondom. És ez mi ez? Nagyon mágikus. Hát 13 pontom van. Successful. Word, this is an orc hideout. The Malador is unmistakable. Ezt úgy fogjuk játszani, hogy mindenki a 20 oldalúval, vagy milyen kockával így dobálgatni fog közben. Te mennyit dobtál? Te mennyit dobtál? Jó, mi volt? Alta. Aha. Jó, és akkor itt elvileg az ajtón be tudunk hatolni. Kinyillott az ajtó. Tök jó a zene? Vagy ez az ambient music, hívjuk így. Azt mondja, hogy healing. Aha, igen, vannak ilyen itemek, gondolom ezzel lehet healelni. Itt van, itt ez. This one. Az az élete a 3x8. Drink poti. Csodálatos. Ládikó, úristen, loot. Állj meg. Ó. Még egy torc. Nyilvessző, meg kaja. Ezeket nem lehet, de egybe lehet tenni. Egybe lehet tenni a kajátot. Nagyon jó. Az ugye azonos elemekből úgy látom lehet összepakolni. Igen. There they are. Discretion is clearly the better part of valor in this instance. Ksss, meg ne halljanak minket az orkok. Valami. Nagyon jól néz ki a játék. Nekem nagyon tetszik a graf. Aha, hogy van külön ilyen, hogy caution mode. És hogyha ezt beaktiváljuk, akkor legugol a karakter és sokkal lassabban mozog, de cserébe halkan is. Harci! Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a 16. hónapot! Hát hello! 16 tonna! Fekete na, ezt majd a nagy színpadon előadjuk közösen mindenkivel. Itt én lemászok mindenközben. Peregjenek a hype-ok és szép estét, Harci! Köszönöm szépen még egyszer a támogatást! Fölmegyünk ide a megpergető csavar izé akármihez. Hogy hívják ezt? Azok, akik tudnak beszélni. Csörlő. Hoppá, és kinyitotta. Nagyon tetszik a muzsika. Ujjaj, ő meghalhat. Menjél vissza a tűzhöz. Ha ilyenkor így érdemes óvatosba közlekedni. Oda menjél föl. Csak semmi agresszió, ők hárman vannak, én egyedül. Úgyhogy az osonás mint olyan... Menj már, a cseppkő konkrétan kitakarja a látásomat. Ujjúj! Na várjál, mert itt ilyen izé van. Akrobatikus rész.
És nem rock'n'roll-ra gondolok. De most vajon oda át tudunk-e ugrani, onnan pedig oda. Hú. Csodálatos, csodálatos. Itt láttam ott valamit. Az... Miért? Hogy itt így a falhoz lehet bújni, és az ugye fedezéket ad. Azt mutatta ott az előbb. Aha. Jó, hát még a kamerát kicsit meg kell tanulnom kezelni, hogy lássuk a... Hopp, ott van valami. Mi az az? Szikla, amit odébb lehet mozdítani. Nagyon jó, és van benne... Abyss Moss. Moss rögtön felvettem. Ne utálj nagyon, vasárnap este van, nézd el, légy szíves. És félig napszúrással küzdve ülök a monitor előtt, úgyhogy... Mondtam, az együtt érez a lényeg. Az, hogy édes Istenem. Ja, na. Szóval ide lentre kéne jönnöm nekem, gondolom én. Halló? Ott azon a izén másszál le. Nagyon jól csinálod. Legjobban csinálod, csak mondom. Itt van valami tűz. Az nagyon tűz. No other means of egress is apparent. Fine. I shall wait until they go. These creatures do hunt, right? Oké, tehát most megvárjuk, amíg ők elmennek. Aha. Take a long rest. Tehát azért az ilyen tábortüzeknél ezek szerint le lehet pihenni. Preparing spells. Na most indult el a videójáték az érdeklődésem magas irányába. Azt mondja, hogy prepare spells represent those characters can use by spending spell slots. Check your hero's list of known spells and choose which ones you want to prepare. Aha. Na, adjad ide a spelleket, de nagyon gyorsan. Oda. Tehát, hogy elő tudjuk készíteni. Na, várjál, mert kitakarom itt a szituációt. Eltűnök egy picit. Azt mondja, hogy... Hit points recovery. When the rest is completed, recover all hit points and half your hit dice maximum. Aha. Azt mondja, start long rest. Hosszú pihenés. Hát arra nekem is szükségem volna. Prepare spells. Hello spellek. Azt mondja, hogy prepare spells. Select 5 spells to prepare. Hát figyelj ide nekem. Szerintem legyen a Burning Hands, az olyan, mint ami jónak tűnik. És hogy preperelem? You can do this once per long rest. Aha. Jó, hogy ott ki van pipálva. Úgy, aha. Pipi. Detect. 1, 2, 3, 4, 5. Nagyon jó. Validáció. Ja, igen. Validáció. Miroslav Klose, és akkor mehetünk. Úristen, nagyon varázsló. Konkrétan eltűntek az orkok, tehát tök feleslegesen, na mindegy. Mi mindig azt mondjuk, dobja 20 oldalú kockával, ehhez 4 oldalú kocka kell. Mármint mihez a játék, az nem. Tudtuk, hogy a geometria nem megfelelő a megnevezés, de tulajdonképpen magasról tettünk rá. Ja, mágus! Ó, hát én olyan 10 oldalú, 10 izé kockám, meg 20 oldalú kockám volt. Csak nem tudom, hogy hova tűnt. Elnyelte a föld. Kiutattunk, oké. I would have slept so close to a horde of orcs. Orcs have a very distinctive stink. We should build a council for all this wasted time. We've all told a tale of our travels here. All but one of us. Már csak yes, a tolvaj csávó. I have a good reason for that. It's none of your bloody business. Semmi közünk hozzá. Látjátok, az ember egyből ilyen izé. Your turn. Ellenséges. Mindenki elmondta, érted, mindegyik a sztoriát. A humánus egyből. Én nem mondom el. And discovered he was up to his eyeballs in debt with a loan shark. A srác vajon mit ott? Ki fog derülni? That's not good. Indeed. Up a family heirloom as collateral and wanted me to
reacquire it. Because, you see, I can be quite stealthy. Nem, Dante, mind a négyet visszük. Tehát, hogy mindegyiket kipróbáljuk, tehát mindegyikkel van egy tutoriál, és utána csapatban mozog majd a játék, nem pedig az, hogy választok, hogy melyikkel szeretnék játszani, hanem konkrétan négy karaktert fogunk irányítani. Na! Közben azon nézettem, hogy nem, nincsen... Hagy kérjek egy fél másodperc pihenőt, mert nincs nálam PZ, és nem kapok levegőt. Egy fél pillanat. Itt vagyok, bocsánat, közben Isti, jó utat haza. Na! Mondjuk még itt a tutoriálnál nem hiszem, hogy nagyon sávegálméznünk kell. Na, azt mondja, hogy stealth. Aha, ha a caution módot használjuk, akkor lehet stealthingelni is. Azt mondja, hogy remain in caution mode for the whole duration of this mission. Ok. Na és akkor osonási van. Tam tam tadadam tam tam tadadam tam tam tadadam tam tam tadadam. Ó, itt vannak ilyen lábnyomok, lehet látni, hogy arra felé közlekedett valaki? Using the camera. De hát ez, már most azért csak tudom már, hogy... Igen, na azt mondja, hogy tolvaj cuccokat sikerült lootolnunk innen ezt. Hova tegyem? Secondary-be? Vagy csak így inventory-ba? Hadd nem várjál már oda nézni, micsoda kalapácsa van neki. Oh, Liam. Always thoughtful. Jó, azt mondja, hogy... Erre menjünk, gondolom én tovább. Ott van valaki fönt. Csak óvatosan, ügyesen, okosan. Itt van val... Az mi volt az a piros? Aha. Odébb toltuk ezt a izét, és akkor most bejöttünk. Nagyon jó, bent vagyok. Igen. Ó, jó, hogy itt van egy ajtó. To try picklock door and left click. Aha. Hogyha az egész parti ki van jelölve, akkor a adott feladathoz legmegfelelőbb karakter kezdi el a lockpick-ot. Oda néz, 15-öt dobtam, plusz 6-ost kaptam még rá, a mesélősi izé miatt, és egyből kinyitottam. Úgy kinyitottam, hogy most nyitva van, konkrétan. Ott volt valaki ám. Nem tudom pontosan hova kell menni, de itt így igyekszem elosonni észrevétlen. De osonás van! Baby! Gyere! Úgy kinyitottam, hogy nyitva maradt. Ha én egyszer kinyitok valamit? Na, azt hiszem, hogy ez az ajtó, amit most ezúttal is... Hát ismét 21-et dobtam. Utoljára Blackjack-en volt ez, hogy 21... Na, erről nem beszélünk streambe. Aha, a virágot kell leszednem. De most ha ezek után felmászok oda is valami csajnak odaadom, én nem tudom. Tehát, hogy Romeo és Julia után szabadon, vagy... Elképesztő, figyelj, virág. Két virág is van az inventorimban. Nem egy, hanem kettő. Azt mondja, recover the stolen gem. Én nem akarok beleszólni, de ez virág. Semmiféle lekvár nincsen itt, kérem szépen. Jó, hát akkor oda másszál föl, drága barátom.
Akkor kettő csaj lesz. Na, a végre. Csoki. Opá, csapda. Csoki, voltál már két nővel? Egyszerre? Nem, összesen. Szóval itt van egy csapda. Azt mondja, hogy click to try to disarm this trap. Aha. Szia, Fruzsi. Hello, hello ismét. Na várjatok, én ezt megpróbálom hatástalanítani, ezt a csapdát. Jó. Sikerül-e vajon vagy sem? Ennyi. Ezt mondta amúgy a karakter. Ajtó nyitva. Na hol a lekvár? Hol van a lekvár? Ott abba lesz a lekvár. Figyeljen oda a lárikóba. Pükk. Kinyitva. És... ott van. Az igen. Hát nagyon gyémánt. Na ez. Igen, és akkor most recover the stolen gem, escape from the fort. A Banó vigyen el, hogy még ki is kell menekülni. De most... vajon arra merre jöttem? Bocsánat, tündérhapci. Crook! You? What? You're drunk. Get out of here before I kill you. Think you scare me? Not anymore. A grave mistake. Oy. Liam, what Nielsen. Are you doing here? I told you I'd take care of it. Bend them on Leon Nielsen. No, Asunya, sometimes in the course of your adventure, some non-player characters may become critical. This means if you let them die, the game is over. Nem jó. Nem csinálunk olyat, hogy game is over. If you attack an enemy while undetected, you gain the advantage of surprise. A meglepetés ereje, értitek? A meglepetés ereje. Ilyenek is vannak. Ne akart, hogy énekeljem neked a izétől a hamu és gyémántot, mert... if you are a rogue, your attack will be sneak attack, dealing additional damage. Betől van! Úristen, és akkor most őtet a... Loan Sharknak hívják, tehát hogy egyrészt Lien volt az előbb, nem? És nem Shark, hanem Stark, ezt már többen elkivették ezt a hibát. Na mindegy, menjünk tovább. Azt mondja, hogy igen, és akkor nekem most... Atak, egyből. De nem atakolni kéne, hanem úgy kéne lemenni, hogy ne vegyenek észre, nem? A piros rész az mit jelent, hogy oda ne menjek, vagy ott észrevesz? Várjál, hogy volt? Nem. Unhide. Unhiding is a free action. Nem unhide-elni akarom. De nem is tudom minden megtámadni. Akkor le kéne ide így jönnöm? Ki fog derülni? Még nem tudok támadni. You get a nice scar. Az igen. Na figyelj oda. Hátába lopakodok, így. Hát ez nem feltétlen lopakodás volt. Ők. Na még egyszer. Nem tudok még egyszer? A Manóba. Ööö.
Ráhajintott az enemi egye. De most én jövök, most én jövök. Na figyelj ide. A viszontlátásra. Puk. Ennyi. Na. Are you four here to see Lord Karen? És még nekem kell válaszolnom is. Ó, oké. Okay. Ki kérdezi? Depends on who's asking. Well, if you're here for Lord Karen of the Legacy Council, that would be me. Oh. Then, we are here at your service. Készen állunk. Very good. Might we ask a bit more about this quest of yours, sir, if you please? Well, I suppose it's better if you know what you're doing. What do you want to know? Mindent tudni akarunk. Azt mondja, hogy először mesélj el a Councilról. We hear there's a mission for the Council, but what is it exactly? Dear Maraike, you don't know. I'll try to make it simple, but you know, politics. The Council includes representatives of the most powerful and influential organizations in the Eastern Kingdoms. Mm-hmm. It was created to lead a joint effort to explore the Badlands. Okay, we know enough. What organization are there? What are the Badlands? What are the Badlands, really? Simply put, they are a monster-ridden, chaotic wasteland. Oh. That used to be the Elven Empire called Manicullen. Mm-hmm. It was destroyed about 1,000 years ago Mordor. The Great Cataclysm. Now, only ruins remain, full of forgotten knowledge, riches, and dangers. Kincsek is vannak. Mehetünk, mehetünk. Mindent tudunk. Most már mindent tudunk, mehetünk. Oké. Princi Pelliti. Principality. Az mit jelent a principality? Közben megkérdezem. Not exactly, no. I'll be your contact with the Legacy Council, which you will serve as deputies. That's why we need to go there and get you sworn in. Szóval valaki tudja, hogy mit jelent ez, hogy principality? Mert én ezt nem tudom. Fejedelemség. Ah, köszi! We should go, don't you think? Elf. Very well. Aha. Come, gather your things. You're late for your swearing in. Hurry up and wait. The story of my life. Na, és akkor most indul el a buli? Hát egy mi volt ez? Egy közel egy órás? Na jó, annyi nem, de egy jó 40 perces tutoriál. Jó, mondjuk nyilván meg kell tanulni a játékot, főleg, hogyha esetlegesen nem ismerős az ember ezekkel a mechanikákkal, de nagyon jól néz ki a játék, tök szépen fut szerintem. Már nem tudom, streamer mennyire akad vagy nem akad, de remélem, hogy nem. Jó a hangulata, de egyelőre tetszik, egyelőre abszolút tetszik a dolog. Szép estét, kutyalip, hello, hello. Na. Oh, wow. Finding your way in Kier Kaiflen. Vagy mi? A Principality's capital is a large city. Right now you need to find the Legacy Council. Once you've been there, you'll have access to the fast travel function. But for now, you'll have to walk a little. Aha, lesz majd gyors utazás, de most sétálnunk kell. És akkor így egybe ki tudjuk őket jelölni, és megindulunk, mint az a bizonyos tolófájás. Na hát itt vannak ugye a karaktereink. Hókefélke, Morgó, Bunkó, és nem tudom, még valaki. Szóval... és honnan tudom, hogy van valami map? Hű, de álljál üresbe, hogy van toll a füledbe. Itt voltunk most bent, aha. Market Street. Uh-huh. És ez itt ki? Annie. Hát Annie-vel beszéljünk már, gyerekek. Hát nem találkoztunk vele még sohasem nem. Szia, Annie. We'll talk after your swearing in.
Annie nem akar velünk beszélgetni. Én nem barátságos. Annie nem ez a barátságos, nem barátkozós típus. Engedjük el akkor Annie-t. Anytime visszajöhetünk. Itt volt a market. Az a hegedű szólam azért az fület kecsegtetően, gyönyörűen szólalt meg. Nagyon-nagyon jó. Szép a muzsika. Szép. Szép a muzsika. Na most tényleg jó volna tudni, hogy amúgy hova a sudaras pékpali csére kell mennem. Temple Quarter Market izé, de itt van, az, ő egy szkeven, aha, és ő te ki vagy? Gorim. De azt hittem, hogy itt a térképen ez mutatja, hogy merre kéne menni. Mondjuk lehet, hogy tényleg az mutatja. És akkor itt erre jövünk fölfelé, vagy várjál? Azt nem tudom, kiutolni. Itt volt Annie, akivel nem lehet beszélni. Nem anytime lehet vele beszélni. Olyan érdekesen fedeződik föl a map, egyfajta ilyen... Hát erős lenne azt mondani, hogy ilyen diablósan, ugye a látómezővel így felfedeződik. Ezt mondjuk én is így ezt akartam mondani. Elég jó, rohadt jól néz ki, ahogy meg vannak csinálva így az elemek. Újra jött, ott valami előadás van, hogy tovább megyünk, nem foglalkozunk a folklorral. Igen, én erre jönnék tovább. Ha. Hú, mekkora lépcső. Vesztőhely. Vesztőhely. Szia Balú, hello, hello. Nice gardens. Ó, micsoda kertek, oda néz. Szobor is van. Nagyon kellemes, hát itt el lehet sétálgatni naphosszat. Csak nagyon fontos, hogy kenjétek be magatokat naptejjel, mert le lehet... Aha, felkeltő jel, az jót jelenthet. Ott van Karen. Kész, hát az első missziót teljesítettem. Look at the size of this council hall. So this is what they spend our taxes on. Look, is that the princess? Targaryen. Wait, is she leaving? Ne menje. So. Then who will administer the oath? There's an oath keeper for that, I think. You thought it would be the princess? Doesn't she lead the council? No. In this chamber, játék, she's just ha Baldur's Gate ismerős, akkor valami ahhoz hasonló. Igazából taktikai... Yes, m'lady. RPG... Are these your new deputies? They are, m'lady. My name is Lyra Keen, oathkeeper of the council. Hide down! And I will be administering your vows. Once sworn in, you will carry the authority of the council wherever you go. Your every action will reflect upon the council's reputation. Most esküdünk föl, úgymond a... Council. Always. Now, please, raise your right hands. Do you, each and all, solemnly swear your lives and allegiance to this council and promise to carry forth our mission to protect our lives from any who would threaten the common good? I swear. Excellent. Esküsz. Lord Karen will enter your name into the council's register. Aha, regisztrált. Congratulations, deputies. Wait. Deputik lettünk. Nagyon jó. Let's focus on the mission. Ezt már szeretem. Stop wasting time. What's the mission? Well, a motivated deputy. So, the mission. As I'm sure you know, the council maintains a number of outposts to secure the border between the principality and the marches. One of them is the former imperial fortress, Caer Lem. It's held by some 50 troops under the command of Captain Henrik. He sends us weekly status reports, or rather,
He used to. We haven't heard a word from him in 3 weeks. Leave immediately for KLM and find out if anyone there is still alive. If Captain Henrik or anyone else is still breathing, bring him back. The council wants a first-hand report. Tehát egyfajta mentő akció vagyunk. What can you tell us about this Captain Henrik? A fine officer. More than 15 years in the Principality's army. He inspires trust, loyalty, and courage. Hence the decision to post him there, facing danger. Okay. Sounds mehetünk. Right, I guess that's that, eh? Ez ilyen bootleg Dragon Age amúgy? Ne. Nem tudom, én inkább mondom, hogy egy ilyen Baldur's Gate-szerű dologhoz hasonlítanám, inkább so far, amit látok. Mondom, én is most próbálom ki először a játékot, úgyhogy ja, ez most ilyen kimondottan ilyen új sorozat így nálam, így általában hetente, két hetente egyfajta kipróbálok, én megnézünk majd egy-egy játékot, amit így én is így szemezek, de nem biztos, hogy végigjátszanék, de kipróbálnék, úgyhogy ez pont arról szól, hogy együtt megnézzünk egy-egy játékot is, hogy milyen. Közben Konyasz írja, hogy köszönjük, hogy megmutattad ezt a játékot, egész érdekesnek tűnik, olyan Divinity Baldur's Gate érzet. Pontosan, nekem is az a feelingem van. Egész mélynek tűnik a lore, so far, tehát hogy van benne hogy most mi, ott az a kezdő videó is tök jó volt, hogy alakult ki ez a Mordor. Hát némi azért átérzésem van azért a gyűrűk urából egy picit, tehát hogy minden kicsit nagyon hasonlít a gyűrűk ura sztorira, csak egy Mordort akár más néven hívjuk, de na mindegy, szóval hasonló dolgok vannak, de ez nem feltétlen baj, mert egy rendkívül jó sztori a gyűrűk ura, és nyilván rengeteg embert ikletett meg. Na de, vissza a játékra, tutorial Faction Relations, aha! Tehát, hogy vannak kapcsolatok a különböző fakultációkkal, hogy így mondjam. Szóval a tutorial location map. Press the map button to open the... az a zene! Libabőrös vagyok! Bocsánat. When a weapon has been found, you can use it to fast travel to another place in the location. For now, you can use fast travel to return to Gravekeeper's Cask. Aha. Azt mondja, hogy akkor térképendő. Aha. És akkor ott van valaki? Egy pap. Ott is van valaki. Nyári Halman. Aha. Jó. Hát fogalmam sincs. Vissza kell mennünk most a izébe? Várjál. Level up. Level up van. Nagyon, nagyon gyorsan mindenki dobja le a nadrágját, vagy valamit. Azt mondja, hogy szintlépések, karakter. Hol kell szintet lépni? Inventory. Ott van egy nyilacska fölfelé. Jó, hogy long restelni kell, hogy fel tudjuk szintezni önön magunkat. Oké. Okay. Game is autosaved. És akkor most vissza kell mennünk. Return there quickly. Fast travel function. De hogy így? Oh, yes. Oké. Okay. Hoppá! És így végigmentünk a térképen abban a pillanatban. Itten vagyunk. Jó napot kívánok, két sört és egy szobát kérek szépen. Hello, adventurers. Hello. What can I offer you? Your beer tasted bad. Rossz a sör, akkor nem kérünk. Szobára van szükségünk. Sure. Just walk up to the suite. 10 gold? A suite? It's more like a large bedroom, really. But you erről know, nem volt szó, hogy 10 aranyba fog kerülni ez a buli. Na és várjál, a szobához jár egy kislány. Na, hát, mégiscsak. Azt mondja, hogy level up, level up, level up, level up. Aha. Level up.
azt mondja, hogy level gain, azt mondja hit points, 14, you have gained 6 hit points, you have gained 1 additional hit die, azt mondja arcane traditions. Aha, negyedik szinten ability score choice, 8. szinten is, aha. Érdekes, jó, akkor ha továbbra nyomunk. Classes provide a specialization when reaching a certain level in the form of class archetypes. Archetypes have different names depending on their classes. Arcane tradition of wizards, martial archetypes for fighters, clerics selected their divine domain at level 1. Each archetype offer a set of features and abilities which grant a unique flavor to the collector and can radically change its playstyle. Aha! Green Mage. Tehát ki kell választanunk, hogy mi... na várjál, sok Arcanist, Lore Master, vagy Green Mage. Azt mondja, Green Mage are the heir to the ancient tradition of the Sylvan Elves. Aha. Ők a... Warden of the Forest. Again, specialized in the nature magic and also reliable bowmen, trained to survive without spells if need be, as they had to in... Nem, mutassad ide sok mastert, de nagyon gyorsan. Sok Arcanist were the battle mages of the Manakalon Empire. Na ez, gyerekek. Érted? Az unlimited power. Abba a pillanatban. És akkor a Lore Master pedig are obsessed with the lost knowledge of the pre-cataclysm time. They know the old empire had a superior magic and they long to learn more about the lost spells and rituals. Their magic is focused on gathering all possible knowledge. Nem, ez kell nekem. Abban a pillanatban csatamágus. Az olyan, mint a csatamén, csak keményebb. Oké. Next. Spell and magic. Azt mondja, some classes have access to magic spells right away, while others have to reach a higher level or select a subclass. This screen lets you choose which spell the character will be able to cast. Aha, itt tudjuk kiválasztani, hogy mit ilyen kasztokat, vagy varázslatokat tudunk majd kasztolni. Szerintem cantrips. Some classes and activities have access to cantrips. The character must select the cantrip. Aha, okay. Main spells. And finally some classes are... Jó, na azt mondja, nézzük, hogy mi van. Kettő spell kell kiválasztanunk. Na várjál, csak itt elfanyja. Vagy ezek vannak már... Aha. Na figyeljél, de charm person, meg lehet ez... Color spray! Szivárvány! Na, nyugi. Mi a... I define the hidden properties of an object. Wow, oké, mindenféle jóság van itt. Na de, nekem ilyen fire damage, ezt ad ide. Vagy ezek közül kell akkor választanom ezek szerint. Tehát ezek már vannak. És akkor kettőt ki kéne választanunk. Thunder Wave. Emit a wave of force that causes damage and pushes creatures and objects away. Ez meg röhögő görcsöt lehet rájuk pattintani abba a pillanatba. Jó, hát ez az eldobós, ez nekem tetszik amúgy. Egyszer.
És legyen a másik, az az, hogy for the duration of the spell, you understand the literary meaning of any spoken words that you hear. Huh. Tehát, hogy még lesznek ilyen más nyelven beszélő szituációk is. Oké. Okay. És ez mit csinál? Charm weapon. Make an ally of an enemy. Abban a pillanatban megcsárvolás. Spray a cone of fire in front of you. Ott a magic missile, azt add ide nekem, apa! Add vissza a magic... Nem lehet a magic missile-t kiválasztani. Szomor teljes. Na jó, oké. Ez megvan. Törp uram, szintén szintet lép. Következő szinteken... Oké, ő egy kicsit több mindent unlockol a szintlépésekkel. Nála is ki kell a fighting style-t választanunk. Aha. Hát semmiféleképpen nem archery lesz. Egy üveg pálinka után nekem is ilyen más a beszédem. Ne foglalkozzál vele. Azt mondja, hogy defense, non-dueling? Maybe. Great weapon fighting. Not this one. Adjad ide, kész. Eldöntetett abba a pillanatba. Prepare spells. De ne vicceljünk, hogy a törp uram is tud varázsolni. Jó. Nem tud varázsolni. Vagy lehet, hogy... Igen, szintén több mindent lehet. Jó. Azt mondja, fighting style-t szintén ki kell választanunk. Na várjál. Two weapon fighting. Vagy archery. Ő mondjuk ranger. Paladin mondjuk papi mágia lehet. Ez jogos, Frank. Ez mondjuk jogos. Nekem ez szimpi lenne, ha ranger lenne. Igen, és akkor vele is ki kell választanunk kettő spellt. Hunter Mark, nagyon jól hangzik, kedvenc vidisem vagy. Igen, és azt mondja, Cure Wounds. Ő még tud healelni, és esetlegesen, aha. Animal Friendship. Nice. Longstrider. Increases an enemy speed by 2 cells per turn. Aha. Goodberry created 10 if magic. Itt a restaurant one hit. Ja, legyen ő ilyen titkos híleket tud majd nyomatni, nagyon szép. És akkor a hölgyemény még, aki egy kemény fighter. Igen, ő level 3, merger, igen, extra attack, na azt tetszik. Finish. Hát ő vele sok mindent lehetett csinálni, ja nem. Close. Miroslav Klose. Nagyon jó. Hát akkor megvan az első szintlépésünk is. Elképesztő. Buy some food for the journey. Ojaj. Azt a szól? A piacon? Tessenek lejönni itt, légy szíves a lépcsőn. Micsoda csapatban mozgunk. Oda nézzél. Megbolondulsz. Aha, de most az ajtót kéne megtalálni. Állítólag az így néz ki. This one. Nagyon jó. Hát gondolom én, hogy a piacon érdemes szétnézni kaja iránt. Én legalábbis ott próbálkoznék. Például annál az úriembernél ott. Adjál enni. Halló? Mit van, sajt? Welcome to Garim's Emporium. Szóval a 5. szinten a harcos specializálódhat egy konkrét fegyver, amiből többi speceket kaphat, írja Frank. Köszi szépen az infót. Na, hát ez wow. Piackutatás következik. Júj! Gyáva nyúl, ez jó volt. Ez jó volt. A piacra mentünk, úgyhogy... Ja, tehát, hogy gyáva nyúl is elfáradt a hétvégén, vagy ő is valamelyik strandon volt. Na, azt mondja, hogy mit árulsz, fiam? Everything you'll need for going out there into the Badlands. Food, ropes, torches, and of course armor and weapons. I also have some other stock like remedies and antitoxins.
That could come in handy. Is van, ever heard of deep spiders? Na mutassad, milyen cuccod van. Aha, itt van a inventória a kereskedónak. Itt meg az adott karakterünknek van az inventória. Na most miért kell nekem... Jó, vegyünk 4 kaját. Azt mondta a misszió, hogy 4 darab kaját kell venni. Úgyhogy. Adventuring gear. 2 aranyba kerül a kaja. Ham, 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 ham. Ez ugye 1-szer, 2-szer, 3-szor és 4-szer. Ez mindez 8 arany. És ezt... Lehet, hogy mindenkinek egyet veszek? Hogy egyet ide, egyet... Nem, ezt így nem lehet. Aha. Mert nálam már eleve van 4. Neki csak 1 van. Ide veszik meg ezt a 4-et. Jó, azt mondja... Megvásároltam a 4 kaját. Nagyon jó. De mutassad, hogy milyen cuccaid van? Ott van valami kardocska. Nekem már tetszik. Jól néz ki. A fejsze. Jaj, nagy. Pancellóing is. Ez egy jó játék, srácok. Ez egy jó játék. Igazi vasárnapi chill zene van itt a háttérben, itt sziszenhet a sör, vagy nyiss egy borocskát, mehet egy fröccs, vagy limonádé, attól függ, hogy ki hány éves, ugye. Hát a gyere, hát ez teljesen jó az a játék. Jó, azt mondja, neki varázsbotja vagyon, ott van egy hatalmas Great Axe. Van egy Great Axe-od jobb? Mutassad meg nekem. Ott is van Great Axe. Az ugyanolyan az a Great Axe. Reméljük, hogy majd ilyeneket lehet találni. Na, quest completed. Abba a pillanatban bevásároltam, érted? Jó. Und jetzt? Igen. Visit the magic shop. Kártyát kell venni. Hamis kártyások leszünk. Mi történt? Deputies? Hello? A word, if you please. No, any. So famous already. Aki nem akart velünk beszélni. Már most jön. Are you a member of the council? I'm Annie Bagmorda, quartermaster of the Scavengers Guild. We don't have a seat in there, but they all know exploring the Badlands without us would be a bad idea. That's why you should stop by our headquarters downtown. You'll need our services, I'm sure. Is that compulsory? No. But you'll find our services useful. Everyone does. Did Lord Karan not tell you? No, he pretty much stuck to giving orders. A Lord semmit sem. Oh, right. Anyway. Milyen szépen megvan művelve azért. Like Melvért. We are grown-ups, you know. At least most of us are. Of course you are. Well, good luck. At least she's not another lady or something. Scavengers, eh? I never knew if they were legit or not. They're tough, these scavengers. Fearless. Inviting beggars to the council. How peculiar. Azt, hogy eltűnt. Piszkút, nagyon szépen köszönöm a csírt. It's not hello. Far, but I've had enough talking. És szép estét Roland neked is. Monsters. If there's business to be done, we can't afford not to. Na, én is mennék gyilkolni monstereket. Let the monster hunt begin. Azt mondja, quick shopping. Azt mondja, near a merchant you will find quick shopping interaction. This bypasses the discussion. Aha. Okay. Quick shopping is van. Nagyon jó. Oké, okay, visit the scavengers headquarter. Ez mind szép és jó, de melyik a scavengers headquarter? Ja, hát ott Annie-nél. Ott meg Hugo van. Várjál már, nem tudom, Hugo mit akar. Ott. Hugo, te mit akarol? Aha, tutorial crafting. In Solasta you can craft various items. To do so, you need to prepare equipment, ingredients, skill and time. For magical items, sometimes you need to know spells. Aha. Crafting is performed while traveling. Once your party has set up camp, but is not yet sleeping. Aha. Tehát a tábornál lehet craftolni. Kell hozzá nyilván a megfelelő mennyiségű alapanyag.
hozzávaló, és néha még a magical itemeknél, tehát a mágikus itemeknél, tárgyaknál még a spellet, varázslatot is tudni kell. Azt mondja, characters can devote some of their free time to working on their current crafting task. Aha. Crafting bonus, next. Tutor, igen, azt mondja, potions, herbalism kit. Ha, milyen ötletes. Ahhoz, hogy potit csináljunk, ahhoz herbalism kit kell, a scrollhoz scroll kit, poisonhez poison kit, enhanced weapon and armor, mana kalon, rosary kell. Hát, rózsafüzér magyarul. Tehát birtokolnunk kell ezeket a tárgyakat, hogy tudjunk craftolni. Aha, csodálatos. Crafting ingredients requires ingredients can be found in the adventuring. Igen, gyűjtögetni kell. Azt mondja, hogy crafting scroll of magic missiles. Aha, finally crafting item, you need to know which ingredients to combine. Aha, tudni kell, hogy mit, mivel kell. These recipes, ezek a receptek, manuálokat elolvasva tanulhatóak meg. Copies of recipes, aha. Jó, hát ezt megtudtuk akkor, hogy a crafting is hogy működik. Ezt hello, is. How may I help you? Hello! Mutassad, hogy mi van nálad, köszi. Ő ilyen, azt az mi az? Potion of Flying. Öcsém, 4-20-at árulnak, oda nézzél. Megiszod a szrepe, vagy várjál, ez a korai Red Bull. Hát ez konkrétan milliókat érhet. Hát ez az első verziója a Red Bullnak. Ez valóban szárnyakat ad. Hát megbolondulsz tőle. Jó, itt van egy ilyen scroll kit. Aha. Scroll of Thunder Wave. Scroll of Magic Missile. Érdekes. Jó, most nyilván nem fogok nekiállni itt vásárolni, meg ilyesmi, hanem gyorsan végigmegyünk az alap dolgokon. Most megyünk Annie-hez, akivel anytime lehetett beszélni. Most már. Már elveszítettem önön magamat. Aha. Hát csak meg kell találni a karaktereimet. Hello! Itt van, ott van Annie. Dupla cappuccino, hell, az biztos, az a kapásból szívról. Ah, you came. Itt vagyunk. You piqued our curiosity. So, what exactly do you have to offer? You don't know. Nem tudod, hogy mit. Do you sell healing potions? No, we don't. There's a shop for that. Van erre. What kind of help do you offer to people like us? Simple. Now, people like you typically carry out missions for the council. Igen, Szívroham, azaz Shadow, arra gondoltam. Badlands. Sometimes far away, like Captain Merrin. Who's Captain Merrin? You really ez must hülye. Be new. She's one of yours. A senior Captain Merrin kell mennünk megmenteni, nem? Vagy ez nem az a Captain? You trek out to some old ruin in the Badlands, kill a bunch of orcs. Well, you're still a bit green, so let's say goblins. Ouch, you're hurting our feelings. Orcs will hurt much more than your feelings, believe me. Stop interrupting, it's rude. A mentő akció, so let's yes. say, you nem find ő. Yourself with a whole load of rusty swords, leather armor, Igen. shields, Igen. too much for you to log back here. Oh, so we're puny as well as green. Thanks so much. So instead, you brave heroes, just clear the place of monsters and draw us a nice clean map. Then we take our carts and pick up every piece of junk. We bring it back, we sell it, and we split the profits with you. We move the stuff, you go off to kill more bad things. Everybody wins. For a percentage, of course. What? You could never carry it all anyway. Not in your little backpacks. Ez érdekes mechanizmus. Tehát, hogy ha megyünk majd a pályán, és esetleg nem tudunk már több cuccot fölvenni, akkor ők el tudják vinni a cuccot, amit ott hagyunk, azon a pályarészen gondolom én,
és eladják, és bizonyos százalékot levéve, de megkapjuk utána a money-t. Nice! Hogy egy ilyesmit a Diablo-ba is el tudnék képzelni. I guess that's it for us. Fine. Feel free to visit us anytime. Or drop into any scavenger camp. Mm-hmm. Are there others? Anywhere we can settle. By the way, és ott a relation-ket mutatja a scavengerekkel. Hogy milyen kapcsolatban vagyunk. Nagyon jó. In getting our people to Kaer Lem, the outpost is perfect for us. Close to the Badlands, with plenty of space for our camp. Right. We'll tell him if we find him. That would be appreciated. The more you do for us, the more we do for you. Oh, new objective, so convey the scavengers. This business relationship can get better. And I hope it will, friend. I guess we'll see you around then. Sure. Találkozunk mi még. Good luck out there. And don't forget, in the Badlands, always keep your eyes open. Abszolút nyitva lesz a szemünk, ne aggódj. Most már nyitva lenne a szemem, némi, hogy a verjelsz, hogy ki tudom lootolni, vagy... Lopom a cuccot, vittem. Hoppá. Unfinished biography. Hopp, ezt kivettük. Dragon. Zden. Vittem, jó. Abba mi van? Partisztes. This chest is yours to use. Ah, no one can loot it. Aha, ez ilyen saját ládikó, amiben mi tudunk pakolni cuccokat. Mint a Diablóba is, ami vagyon. És ez is olyan? De miért nem a... ő nyitja ki? Ja, ő próbálta meg kinyitni. Jó, hát ez nem jött össze azt a ládikót kinyitni. Semmi baj. Szia, technokolos csirke farhát. Hello, hello. Na, azt mondja, hogy térkép. Hova kéne menni? Pulykakakast kéne venni. Ú, neki mi az a izé? Circle of Danatar. Danantar, bocsánat. Major Great Officer. És ez még csak konkrétan a város, még sehova nem mentem. Jó, azt mondja, hogy várjatok, várjatok. Reach the outpost, az a feladatunk. Itt a main questtel kapcsolatban. Nagyon jó. Akkor ez most elvileg, ha megyünk, akkor erre felé kell menni. Egy. Én megyek az outpostra, abban a pillanatban. Itt kell menni az a... Hűha. Az mi az a tűzkapu? Leave the area? Yes, proceed! Na lássuk! Ez mi az ilyen Bardus Gate clone? Olyasmi, hát... Klónnak azért nem mondjuk. De hogy hasonló mechanikákkal rendelkezik meg, hasonló valóban. De abszolút nekem nagyon szimpi. Hogyha tényleg, aki szereti ezt a stílust, annak szerintem ez be fog jönni abszolút ez a játék. Meg egy kellemes hátradőlős, story, közben stratégia. Jó pofa. Na azt mondja, use the arrows key to explore the map. Nagyon jó. Igen. Normal pace is faster, but riskier. Aha. A slow pace... A fast pace is quicker. Dangerous. Na. Hát... Szerintetek nagynak mondható a térkép? Itt még a Battle Fog, gondolom, kitakar egy csomó mindent. Érdekes, és akkor nekem most ide kéne jönni. Kaer Lem Outpostra. Utazzunk oda. Default, 2 long rest, 3 nap az út, 60 mérföld. Normál.
Jó a normál. Start. Aha. Travel routine. Your heroes normally plan their travel so that they are always fit and ready for anything. This routine requires them to travel no more than 8 hours a day and leaves enough time to eat and sleep. Utazás, még ilyen is van benne, wow. Crafting, hát ez őrület. Szóval, sometimes the normal routine will be interrupted and your heroes will need to travel while they should be resting. This will add fatigue and may lead to tehát néha megzavarhatják őket az utazás közbe, és akkor annak nyilván büntetése van, hogy így mondjam, és akkor fáradékonyabbak, meg stb. Nice. És akkor itt írja, hogy mi történik. Maven push-up-ozott, ami azt jelenti, hogy fekvőtámaszozott. Megtámadtak minket a banditák, mehet. Mehet a előrejelzés, meghalok-e rögtön az első fájtba, vagy sem. Abban a pillanatban már kockákat dobálunk. Meglepetés támadás, hát ez rohadt jó. Next. Ready in action. Nagyon-nagyon sok mindent tanít a játék, már most már egy jó ideje, csak tényleg most már kezdek kicsit idegesíteni ez a része, hogy több mint egy órája ülünk, és folyamatosan még tanít, és egyszerűen nem az van, hogy a játékon keresztül tanulok egy csomó mindent meg, hanem így olvasgatnom kell, és már unom olvasgatást, hanem játszani szeretnék. Na, lássuk, azt mondja, hogy jön ott egy bandita, de én ott láttam ott fönt is banditákat, ott kettő van. Aha. Ajaj. No me gusta, no me gusta. És akkor itt van, hogy mikor kijön? Aha, most az a, és utána jön a törp uram. Round 2. Na, szanyaj. Jó lenne azokat látni. Nem látom, hogy mennyi HP-ja van. De lehet, hogy a törpel ezekbe itt egy kicsit így... De nem a törpet mozgatta! Csász meg, mindegy. Ott a pofon. Aha, egy fél HP-t leszettem. Kár, hogy csak egyszer lehet támadni. Kicsit benéztem itt, hogy mi lesz. Ouch, ezt ismétlem, ouch. Jó, a csaj jön. No. Cast a spell. Firebolt. Magic missile. Thunder wave. De itt így a sajátokra is rámegy ilyenkor? Rámi? Akkor lehet, hogy nem thunder wave-ezni kéne. Cast a spell. Unknown creature, bandita, amik őre. Okay. Kapta. Lehet, hogy ide el kéne mosonnunk vele. A varázslóval. Jajaj, hát a bandita megtalálta. Nyisz! Semmi baj. Áó! A csaj nagyon kapja. Semmi baj, semmi baj. Tehát előbb oda kell mennem, és utána tudok atakolni erre a fiatal emberre. Kapta! Nullos, döglött, halott! Beállunk oda tanknak, nagyon jó.
Szia, Terrori! Hello, hello! Jó, vele... Nem... Atack. Kapja. Szuty! Ott a 10 damage, így majdnem belehalt, csak mondom. Még egyszer tudok támadni? Véged van. Nem találtam el az anyámot. Jó, a csaj jön. A csajra kéne, hogy csapjon erre egy hatalmas... Konkrétan így gondoltam. Jó. És jön az enemy, megcsapja a csajt. Semmi baj nincsen. A mágus következik. Magic missile. Select 4 target. Ó, de nekem nem csem 4 targetem. Akkor... Burning Hands. Spray a cone of fire in front of you. Mehet. Keep on coming. Let the fire burn. Yeah, when it starts to spread. Yeah. Oho, ennyi. Égő vagy, haver. Nullos kész kapja. Persze, most nem kell. Van kérdés? Ne haragudj! Abba a pillanatban viktoriánus. Konkrétan bemelegítő semmilyen harc, de én azért nagyon tudok örülni neki. Jó, after a night attack you can safely go back to sleep and complete your long rest. To do so, simply click on the campfire. Nagyon jó. Akkor most csattanjunk rá. De várjál, mi mielőtt ezt, tehát hogy ők nem hagynak lootot. Hogy a lófrancba ne hagynának, ott aludt. Nagyon jó a hajam. Mi van a hajammal? Nem tudom. Hát mindent lootolják ki. Tele vagyok, mint a déli busz, de akkor is kilootoltunk minden nap. Várjál, és akkor inventory management. Na figyelj oda! Aha, ennek dexterity bónusza van, meg ennek is. Aha. Ja Istenem! Hát Balázs, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100-as csírt. Büszke vagyok rád, hogy megfogadtad a tanácsom és kipróbálod. Hát én köszönöm szépen az ajánlást. Úgyhogy, ja, tényleg fodrász látott? Mi bajotok van? Jó, na, így megnyugodott mindenki? Köszönöm szépen, Balázs, még egyszer a támogatást. Na, visszatértem ide. Szóval, ugye, hogy ez mi ez? Scroll of Fearful. De várja, mert itt ilyen kegyetlen nagy izé. De itt vagyunk a törpnél, egy kicsit túlsúlyban van. De mi, hol van a nagy fejszeje a primary-ről? Az ez volt? Nem ez volt, mert neki ez a fegyvere. Aha. Egy. Nyom meg az altot. Azt mondja, kétkezes, slash melee heavy. Egy és egy 12-es van ott. Oké, okay. És ez mit? Egy 8. Ez viszont egykezes lesz szerintem. Standard. Aha. Jó, itt van egy nyílpufka. Nyílpufka. Jó, és akkor ezt így át tudom mondjuk dobni hozzá? Csodálatos. Sikerrel jártam. Na most ez konkrétan ugyanolyan. Jó. Azt mondja, hogy skimitar. Great Sword. Na figyelj oda. Várjál, az megy, mekkorát sebezel. 2-6. 1-6. Jó, figyelj, Great Swordot adjuk neki. 1. 1-8. 2-6. És mi az ott a Versatile? 1-10. Nem teljesen értem még ezeket a dolgokat, de azért igyekszem. Enci elüldözte a mestert. Hát látod, ilyen ez.
melee slashing damage. Na, de mi, próbáljuk ki, mi baj lehet, ugye? Arra nézzél, mekkora... Hát az valóban very big sword. Ah, viszont ez kétkezes sword. Lehet, hogy egykezes kéne neki valami egykezes fegyver, ugye ez így volt. Akkor szedtünk föl ilyen egykezeset is. Ez például egykezes, ezt adjuk oda neki. Ez is egykezes, azt is odaadjuk neki. Ezt odaadjuk ő neki. Greatsword. Hát nézzük meg a greatsworddal. Tehát azért törp, az inkább fejszével epikus, nem? Azt ti is így gondoljátok. Igazából kettő fejszével lenne igazán epikus. Ezt odaadjuk a varázslócsajnak. Ezt mondjuk plusz dexterityt ad, az lehet a varázslócsajnak még jó lehet. Bár... Protection. Standard 3. Nem, tehát ő nem tudja fölvenni. Aha. Ha valami kérdés van, szólj nyugodtan. Jaj, köszönöm szépen, elbénázok én itt magamnak. De köszönöm szépen segítséget. Még mindig overweight-en vagyunk, vagy hát itt egy kicsit sok minden van nála. Ezt igen. Jó, mindegy. Ő elvileg most annyi, hogy lassabban megy akkor ezek szerint. Na, azt akartam megnézni, hogy neki van ilyen íja van, most abból tudunk nyílpuskát csinálni, ha nagyon szeretnénk. A longbónak max range a 120, ennek pedig 64. Close range 30, 1-8... Konkrétan nem éri meg lecserélni, akkor ez annyit jelent. Ott egy Warhammer, abban a pillanatban. Ha. És neki, nézzük csak meg a kardokat. Legyen egy kard. De szkimitár vagy. 1-6-1-6 ugyanúgy. Jó. Ez mennyi volt? 1-8. Nem baj. Jó lesz. Oké, és akkor most kell vissza kijelölni a tüzet. Boop. Resuming, yes. Szóval csak azért mondom, mert az egész egy D&D alapkönyvek alapján készült, azokat meg lassan kívülről fújom. Wow, oké. Van epres jogurt, kefir, az nincs sajna. Epres jogurt? Mennem kell, sziasztok, hello. Az a passzokult, az jó. Na, amúgy szimpatikus a játék, abszolút. Abszolútli. Van itt is. Na jó, hát ennyi helyre nem tudok menni gyerekekkel. Most jöttem haza, azt már menjek, komolyan. A prediction pontokat osszam ki. Én? Hát majd Beldorf már intézi is. Bármikor epres, az mindig van. Ennyi. Szóval, ha megállíthatjuk a kalandunkat manuálisan is. Itt most megálltunk egy kisebb pihenőre, akkor egy nagyobb pihenőre, és itt is vagyunk az outpostnál. Ennyi. Neked nem engedi, mert lehet, hogy te fogadtál Harle azért. Nem fogadtál? Akkor viszont engednie kéne, csak rá kell nyomnod. Megnyertük, az volt a vége, nem haltunk meg. Na! Mi történik itt? So that's Kaelem? We're almost there. It's just up the hill. It's a little too quiet, don't you think? Oké, na lássuk, hogy itt mivel lesz dolgunk. Tudjátok, mit nem csináltunk még? Nem néztük meg, hogy hogyan kell menteni. Enter, find name to select. Very big kaland abban a pillanatban. Na.
semmi. Nem röhög. Nyugodjál meg. Meg hasonló. De rohadt jól néz ki ez a map megoldás, nagyon tetszik. Csak most nem tudom, hogy hol vagyok, ott. What's that smell? Jézusom, hát a néni kére tiezges, de most komolyan. Az mi az ott? Take cover. Hát de hagyjál már játszani. A, mi? Difficulty? Nem kell difficulty, elképesztően kemény vagyok. Azt mondja, hogy mivel van dolgunk? Te mi vagy? Mik ezek? Goblinok. Úristen! Very big fight, very big fight. Oda bújja be. Nem kell így lebújnia? Hol volt az? Kaszpel... Ez... Akkor nem. De nem ő... Még előrébb menjek, tehát ott az nem fedezék. Törp uram. Növelyem vagy. Enemy törp. Jajaj. Támadnak a mocskos gomblinok. Jönnek? Jönnek. They are coming. Attack an ally. Goblins, skirmish is attacking. You can... React to intro and post the state of the enemy. Én nem tudom, mi történt, de megtörtént. Lehet, hogy nem a varázslóval kéne az első sorba berohannom, nem? Viszont most ki tudjuk próbálni ezt. Szóval egy. Azt mondja, kettő. Azt mondja, három. Ő messze van. Nem baj, három is mehet. Kapták! Hihi! Ment a missz le! Jó, ide jövünk. Meglettek varázsolva. Gyere lefelé, az lesz a halálod, te mocskos goblin, undorító féreg vagy. Ne lövöldözzél, mert meghalasz. Mennyi goblin, nagyon goblin. Jó, jöjjünk ide előre. Igyunk egy potit. Igen. És... End turn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab van, ha jól látom. Jó. Hogy tudunk a... izére váltani a másik fegyverre? Így. Nagyon jó. Na, nem mondod, hogy őtet oda föntre nem tudom meglőni. Őre tudnék lőni, vagy őre. Vagy őre. Hoppá, azt kapja. Wait till the next one. Mi van? Hát hullotok, mint a legyek. Ő is átvált. Hát nincs velem bírás, gyerekek. Nincs velem bírás, atak. Oda fönt, hát ez konkrétan nullos. Szúcs! You can't win. Igen. Döglenek a goblinok, figyeljél oda! Gondoltam, hogy ha nincs elég közel, akkor nem tudom meglőni. Na figyelj ide. Cast a spell! Az mi is? Shadow Armor? Nem kell. Fireboard? Firebolt. No? No Firebolt? No Firebolt. Ő kaphatja. Buh. Nani?
mondjuk úgy, hogy a Miles kapta hátulról. Neki most forró a feneke. Nem. Kicsit se. 3 damage. Az talán jó. Uh-huh. Mellé. Vak. Vak is, és hülye is. Na figyelj ide! Oda. Ugye? Zitty! Majdnem halott. Édes mindegy, hol állok, de egyet odébb mozgok. Vagy nem. Critical failure, azt szeretjük. Jaj, de ne mozogjál már ennyit, hát az konkrét csalás. Áó. Mhm. Na, de figyelj, haverom. Akkor te most... Nem fogsz megdögleni ennyitől. Abort. Akkor nekem rá kell mozogni, hogy rálássak arra. Itt viszont nagyon nyíltan vagyok. És innen maybe... Hát mondjuk az se nagy fedezék, ugye nem mutat fedezéken. Még innen azokra látnék rá. Maximum annyit tudok még csinálni, hogy átváltok izére és ide bejövök. És akkor kis megtőrözési szituáció. Úgy. Az kapja, az halott. Jó. Oldjú, belefér még egy. Ott van abban a pillanatban. Konkrétan csodálatos volt, nagyon jó kör volt. Na ide figyelj, te meg lő... Akkor ne lőd le. Na most őt eltaláljuk-e vagy sem, vagy inkább őket. Őtet lőjed. Ők! I'm unbeatable. Hát ez egy mesterlövész ez a törp. Gondoltam, Balázs, azért nem vagyok teljesen amatőr, meg kezdő az ilyenekben. Püff! Ó, ő is kapott egyet. Shocking grabs. Range melee hit. Aha. Hát szinte próbálkozzunk meg megint egy ilyennel. Most már nincs előttem semmi. Pii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 i
Oké, hát ez itt a csata vége, azt kell, hogy mondjam. Jó, short rests are useful way to cover wide expected duration. You can do so whenever you are far enough away from all enemies. Though this may be impossible in very hostile location. The party must all be together. Short rest, aha. Megnézhetünk egy ilyen short restet, hogy hát akkor visszajön ugye a HP, amit most leszedtek. Viszont lootolási. Loot all. Mindent szedjél fel, mama. Nagyon jó vagy, legjobb vagy. Na várjál, és akkor itt tudok ilyen short restet nyomni majd valahol, gondolom én. Take a short rest. Indeed. Start a short rest. Nagyon jó. Ez azért jó, mert amiket most kaptam damage-eket, ezeket fel tudjuk tölteni. Roll. Rolls one hit die and increases your current hit points by the result. Plus your... Jó. Arcane recovery. Aha. Varázslási varázslás. Nagyon jó. Zsír! Hát én mentenék. Te mentenél? Én is. A Very Big Kalandra mentünk egyet. Jó.
Ott vannak még ilyen lootikák. Na állj üresbe, micsoda izék vannak ott. Nagyon jó, nagyon jó. Ott is van lúti-lúti. Minden lút az enyém. Ezen a föltekén. Add ide. Szedem, vittem. Lopom. Lút, lút, lút. Nagyon jó. Van ott náluk kaja is, az tök jó. Akkor azt nem kell már venni legközelebb. Kérdés, ezt nyugodtan le lehet backsíteni, hogy megromlik-e a kaja vagy sem, ami nálunk vagyon. Aha, aha. Ha már loot, legyen kövér. Így van. Ott egy ládikó. Very big láda. Igen, mivel nagyon komolyan veszi a súlykérdést is. Aha. Na hát én itt nagyon megsúlyozom magam. Hogy? Ládikó kilútolva. Elképesztő, elképesztő. Oké. Okay. Nincsen quick save gomb, vajon? Jó napot kívánok! Megérkeztünk, itten vagyunk mi. Hello? Hello. I have a bad feeling about this. Azt nézd, meg lenyúltam mondatomat. Amit én is lenyúltam Han Solo-tól. That tower! That's insane! Courtesy of the cataclysm. Azt láttátok? The marches are full of stuff like this. The bad 90 fokba fúrán állt az a... We have a mission. Hey. Let's check the fortifications. Oké. Okay. Meg kell néznünk a fortifikációt. Chest, chest. Mindenhol van chest. Aha, itt van valami fal, amivel lehet interaktálni. Van egy létra. Értem. És oda hogy megyek föl? Itt föl kell menni. És át kell ugorgatni. Lehet, hogy elég egy embernel menni, mi? Jajjaj. Egy. Hopp. És ott a láda. Abban a pillanatban, érted? Azt hitted, hogy elrejted előlem. Hát nem. Csak nem tudom kinyitni. Probléma. Tehát, hogy nem dobunk rá mondjuk egy hatalmas fejszét, ami a lakat részére rácsattan, és akkor kinyitjuk, nem? Hát jó. Én attól függetlenül oda mentem. Megtaláltam, ott voltam. Onnan leugrott, nagyon menőbe vagy. Jó, és a másik is. Így... Na, ott van az a chest. Ez nekem egy kicsit nagyobb ugrásnak tűnik, mint amivel én szimpatizálnék. Itt ezzel lehet valamit csinálni. Szerintem ezt odébb lehet ide tolni, és akkor ott lehet, hogy fel tud mászni. Na mindegy, nem ez a lényeg most. Jöjjünk erre felé. Oh. There's definitely been fighting here. No one here to greet us? How rude. I was hoping for drinks at least. This is no time for jokes. Right.
Whoever did this could still be around, and we don't want them hearing us. Mm-hmm. We should look for survivors. 50 people can't just vanish. 50 ember. What the heck was that? Someone's hiding inside the tower. It's a trap. The goblins killed everyone, and now it's our turn. Or they're the survivors, and they're being cautious. We need to get up to that door. If they slaughtered the garrison, they'll pay. Back up! No closer! Who's there? We're not letting you in! And we're not coming out! Is okay. Captain Henrik there? We need to talk to him. Henrik, Capitan. His name, you filthy bastard. Don't talk to them. They'll cast a spell on you. Don't touch me. Lost their minds, the lot of them. Let's get to the door. Maybe if they can see us up close, okay, we can show them our council badges. Hoppá, ott van a kocka. Az igen. Az igen. Közben látom a Discordon a képet. Na, föl kell jutnunk oda föntre, azt mondják itt drága karaktereink, úgyhogy hashtag megmásza. We won't be fooled so easily. Na, de várjatok, mert itt több minden is van. Itt ezzel valamit lehet csinálni. Ezzel mit lehet vajon csinálni? What's this? I believe this was called a minor imperial gate. Okay. At its height, the Manaclon Empire had countless gates like this to magically travel through the empire. I don't suppose it still works. Some say there are still functioning gates. And this plaque? Any value? Maybe. The Tower of Knowledge? Why not? Szóval ez egy csillagkapu. És ezen keresztül lehet majd gondolom a gyors utazást nyomatni. Na de, azt mondja nekünk ezt a csapdát, ezt hatástalanítanunk kéne. Halló? Hát, mostanában nem igazán ügyesen csinálja a dolgát itt a kedves, kedves karakter. Egy valakinek át kell jönni, azt így odébb ütni. Igen. És aha. Na most akkor mindenki át tud jönni. Ajaj. Valamiféle csata kezdődött el. Az mi az iskola? Áó! És ráadásul poisonous a mocskó. És minden itt neki. Na várjál. Na, várjál. Egy. Kettő. Három. Ki lát még? Van négy szerintetek? Nem látom. Egy, kettő. Hát szerintem ennyi. Mehet. És konkrétan kettőt megölt a háromból. Ennyi. Ja, hogy ott még jön. Ó, hogy rohadna rád a mennyezet. Még kettő jön. Oké, okay, azt mondja, hogy átváltunk ijászatra. És... Ugye, aki itt közel van, azt a közeli range-essel lehet, hogy le fogom tudni ütni. Aki viszont távol van, azt csak lőni tudom. Viszont annak még közel kell jönni, hogy támadjon. Szedjük le az egyiket innen. Dead. Megvan. Oké. Okay. Vele lepuffantjuk őt. Pük! Vagy nem, ugye ez is egy opció. A három közül. Most jön az enemáj. Jajaj. Már a törp uram nagyon kapja. Szerencsére rezisztáltam valamennyire. Csapjad le! Pi! Halott! Halott! Oké. Okay. Hány darab jön, az Isten áldjon meg, hát...
Nem ér állandó utánpótlást hívni. Ezt dobjuk még egyet. Egyet? Kettőt. Ja, hogy lehet kettőt egyre dobni? Azt hittem egy izért csak... Tehát a kikasztolt négy missile-t, azt akár egy ugyanarra az egy targetre is rá lehet nyomni, csak többször kell rá klikkelni. Okay. Jó. Ez szép, 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 szép. Na, és akkor most kéne itt tovább jutni valahogy. Az például egy egészen olyannak tűnik, hogy arra felé talán menni kell. Körbe, körbe karikába. Ezt itt leütjük, és utána gondolom ide át kell ugrani. Igen, és onnan ide. Aztán micsoda akrobatikás megoldások vannak itt. Jó, tudjátok, mit felejtettünk el? Hát lootolni. Hát az anyámot. Azonnali jelleggel menjél vissza. Én kis buta. Hát ott van a loot. Hát ott van a loot. Fúj, mi az? Brimstone Viper Venom Gland, és... Aha, gondolom ezek majd ilyen hozzávalók lesznek adott esetben recepthez. Ez csak tipp az én részemről, nem kell feltétlen azért itt ilyen nagy... spekulációkba menni ezzel kapcsolatban, mert valószínűleg ez így van és így helyes. Hát erre nem felmászni akartam, de ne zavarjon. Camera elevation, de hát ez megy magától fölfelé főni. Teljesen jól kezeli a kamerát. Aha, na most azt ott valaki. Próbáljad meg, légy. Végül is sikerült. Oké, azt mondja, hogy vele át kéne ugranunk ide. És még egyszer megpróbálni ezt. Very good, very big, és ott vagyunk az ajtónál. Hát ennyi, feljutottunk. Köszi, köszi. You damn Sorax. Sorax? Did they say Sorax? Sorax, azt mondták, igen. Sorax are a legend for scaring children. You bastards took the captain, but you won't take us. Don't talk to them. Siker! Karizma. We're deputies of the council, sent by Protector Lyra Keen. Success! Nagyon jó! Do have council badges? Sure, of course they do. Looted from whose corpse? Open the damn door, there are only four of them. No! I said no! Oké, egy valaki nem akarta kinyitni, az összes többi igen, úgyhogy kinyitották, mert meggyőzte őket a törp uram. Bebocsájtást nyertünk a kastellóba, vagy a várba, vagy a fortressba, vagy mit tudjam én micsoda, háhába. De négyen vannak. Oké, azt mondja, hogy... So you really believed you were attacked by Sorax? Men-sized lizards who speak? Oh yeah, they're real. But a gyík emberek valósak. We know. They took all the bodies, ours and theirs, so no one can prove they exist. A gyík emberek. Ez no proof. That's kind of awkward. You won't laugh when they come back. We got here without trouble. Then they let you in. Én nem fogok nevetni, ha jönnek a gyík emberek. Why would they do that? How should I know? They're Sorax. Gondoltam, Balázs, de magát a poént azért még megélhetjük, mint olyan, hogy a gyík emberek jönnek. Gondoltam, hogy a D&D-ben vannak ilyen, van ilyen faj. Én amúgy most látom, hogy néha nagyon fölpörgeti a videókártyát ez a videójáték. De gondolom szóltatok volna, hogyha élvezhetetlen. Are you in charge here? Volna a stream. Lieutenant Beryl Stonebeard. Second in command, after Captain Henrik. Meg már úgyis mindjárt végzünk.
Can we talk to the others? Mind if we talk to your buddies? As long as you don't try anything clever, we're good. Nincs is szakála a törpenőnek. Jó, hát eljutottunk ide. Azt mondja, hogy beszélnünk kell, majd kell itt az emberekkel, az a feladat. Mindenkivel egyesével, úgy látom. És most szétszólódtak, mint a Lego a földön, miután leütötted az asztalról. Ott van egy ládikó is. Na jó, hát srácok! Én itt mentek egyet, és itt fogjuk most itt abba hagyni ezt a mai kis kipróbálónkat. Szerintem ez egy nagyon korrekt kis játék. Másfél órát terveztem, és két órás, kicsit több lett itt ez a menet. De nekem nagyon tetszett. És nagyon-nagyon jó a zenéje. Az nagyon-nagyon tetszett. Végig nagyon-nagyon-nagyon jók. Jóféle ez a játék. Én ezt tudom ajánlani. Tényleg, hogyha esetlegesen kedvet kaptatok hozzá, akkor Game Pass. Benne van a Game Pass-ben, nemrég adták hozzá. Jövő héten is szeretnék kipróbálót. Lehet, hogy szintén hát nem akarom azt, hogy csak ilyen stratégiai játékok legyenek, de egy csomó ilyen jön mostanában szembe. Például most került be az Immortal Realms Vampire Wars, ami most került be a Game Pass-be, és így azt is megnézhetnénk majd, úgyhogy ja. Ha ez tetszik, akkor próbáld ki a Divinity sorozatot. Igen, én ezt már láttam, meg valamennyire belepillantottam, de nem voltam hatalmas, vagy hát nem kezdtem így több időt beleölni, meg ilyesmi, de tudom, hogy az így nagyon-nagyon klassz. Úgyhogy, ja. Na, de nekem nagyon tetszett visszatérve ez a Solastan, szerintem nagyon-nagyon korrekt, nagyon jó az art style maga a játéknak főként. Amikor vannak ezek az animált izék, akkor egy picit ez a festményes, nem full részletesen kidolgozott minden, de mégis megvan a maga hangulata. A játékmechanikák tök jó pofák, nagyon jók az effektek, a varázslatok effektjei, meg ilyesmi, azok nagyon tetszettek. Én tényleg tudom ajánlani, aki ezt a zsanrát kedveli, az ilyen Baldur's Gate, D&D, és a többi. Szerintem nézzetek rá továbbra is, még egyszer, századjára Game Pass-be elérhető a játék, tehát hogyha rendelkeztek azzal, akkor még csak megvételezni sem kell. Hogyha meg kéne venni, akkor hát gyorsan rá puskázok egyet, mert fejből én sem tudom, hogy milyen áron vesztegetik jelenleg a játékot, de csak hogy hangozzon el az is itt a legvégén. Most jelenleg, ha jól látom, akkor 32 eurós a játék, nem egy teljes áru játékról van szó. Nagyságrendileg ez a indie game, felső indie game ár. Most kérdés, hogy mekkora tartalom van benne, én ezt nem tudom, nyilván így egy stream alatt jó a napszemcsin rajtam, igen, tudom. Szóval, hogy abból, amit láttam, arra tippelek, hogy azért van benne bőszen tartalom. Nyilván saját karaktereket is lehet létrehozni és azzal menni, mi ugye a primate karakterekkel mentünk. Úgyhogy ja, na mindegy. Én tényleg ezt tudom ajánlani, annak, aki szereti az ilyet, csattanjatok rá. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma velem tartottatok, és köszönöm, ha megnéztétek a YouTube videót. Ha még nem, akkor irány a YouTube, fel kell tolni a YouTube, és ott megtaláljátok az új periféria, kibontós, megnézős vidinyót. Még hozzá apps nem más, mint a Genesis billentyűzetekről, és hogyha érdekel jobban, hogy milyenek a Genesis termékek, lent van egy panel, amire ha rá kattintatok, akkor eléritek a honlapjukat, ahol minden megnézhető, hogy milyen, és érdekesek, higgyétek el. Nagyon szépen köszönöm, hogy voltatok, jó pihenés mindenkinek, holnap este jövök, és valószínűleg folytatjuk a Metro Exodus-t, aztán pedig megyünk tovább, mindenféle játék gondolatom van, Far Cry, Sekiro,
és még ki tudja, hogy micsoda. Dishonored. Nagyon sok játék van, amivel még nem játszottam, csak mondom. Na, szép estét mindenkinek, köszönöm szépen a figyelmet. Hello, hello!